Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Fülöp Faléria, aki éppen az elmúlt hónapban tette le a lantot, akár egy ilyen kis jelképes dolognak is fogható ez fel, hiszen most már a szabadságát tölti, utána felmentési idejét, és szeptembertől pedig igazi nyugdíjas lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Valika. Sok mindenkit meg szoktunk hívni, akik valamilyen nyomot hagynak a város oktatási, kulturális, művészeti életében, főként azok, ugye, akik hosszú évtizedeket töltenek el itt a városban. És hát ugye te 40, ha nem több, mint 40 évet töltöttél el itt az ének zene bűvöletében, ennek oktatásában, ugye annak idején még kezdtél valahol ugye a zeneiskolában, és aztán folytatódott a pályád, no, de hát nem én akarom helyetted elmondani, hanem nagyon röviden idézzük fel azokat az időket, amikor te elkezdted a pályádat, illetve hogy honnan kerültél ide, és egyáltalán hogyan kerültél a zene bűvöletébe, hiszen biztos volt valamiféle gyerekkori indítatás is ebben. Igen, köszönöm az üdvözlést. Tényleg családi hagyomány volt egyébként nálunk, nagyon-nagyon muzikális családból származom, anyai-apai részről egyaránt. Tőlük örököltem ezt a képességemet, ezt az adottságomat, és aztán nekem ez a hobbim volt gyakorlatilag. Fiatal koromban Nyíregyházán éltem egyébként, ott végeztem minden iskolámat, 78-ban fejeztem be a főiskolát, és matematikai énekzeneszakos tanárként elkezdtem a pályámat egy picike kis szabolcsi faluban, Ramocsaházán, ahonnan hát a 80-as évek, 80-ban kerültem ide Hajdunánásra, és azóta tényleg a zene bűvöletében itt élek. A munkahelyem, első munkahelyem itt Hajdunánáson a zeneiskola volt, még akkor Kövecs Imre bácsi volt az igazgató. Én ott 4 évet töltöttem el szolfés tanárként, előképzős osztályoktól 5. évfolyamig tanítottam a szolfést, és 1982-ben az akkori egyes számú általános iskolában indult be az énekzene tagozat, és engem kértek fel ennek a tagozatnak az indítására. Hát izgultam miatt természetesen, és ez úgy végigkövette az egész életemet, hogy valami mindig újdonság volt, állandó szakmai fejlődésen mentem keresztül, mert ugye nekem a szolfés tanítás akkor teljesen újdonság volt. És 82-től 2 éven keresztül óraadóként dolgoztam a Maklár az akkori egyes iskolában, ahol elindítottam ezeket az énektagozatos osztályokat, és aztán szakfelügyelői javaslatra átkerültem az egyes iskolába, és onnantól kezdve ezen a munkahelyen végzem a munkámat. No, hát akkor egy ilyen apró kis dióhéjba röviden bele is fért az élet, pedig hát azért azt gondolom, hogy ettől ez sokkal szélesebb spektrumú volt, sokkal színesebb volt, hiszen most azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy diákok ezreivel ismertetted meg a zene szépségét. Hát hogy aztán ez kiben, hogyan maradt meg, milyen nyomot hagyott, ugye ez már egyén függő, mert egyébként is ugye azt mondják, hogy az énnek zene az ugye egyfajta készségtárgy, tehát erről majd még akár saját élményeimet is el tudom mesélni. De hát azt gondolom, hogy te mindent megtettél azért, hogy a zene szépségét elültesd a gyerekek lelkébe. És egyébként is a művészeti nevelés. Erről beszélgettünk mi már itt ebben a stúdióban kollégákkal is, hogy nagyon-nagyon fontos. Mert biztos, hogy nagyon fontos a szakmai ismeretek elsajátítása, de hogy mellette azért legyen egyfajta lelki dolog, ami lelki plusz, amit ezek a művészeti ágak adhatnak, és ugye többek közt az ének zene is. De térjünk vissza arra az idekerülésed pillanatára, hiszen Nyíregyházáról, bár ugye pici faluban kezdted a pályádat, de végül is Nyíregyháza, tehát ugye megyeszékhely nagyvároshoz kötött az egész addigi életed. Hogyan fogadtak itt Hajdunánáson, hogyan tudtál beilleszkedni? Egyáltalán ismerted előtte ezt a kis települést, bár nincs messze Nyíregyházához. Igen, nekem családi kötődésem van Hajdunánáshoz. Tudnélik, az apukám
ő itt született, itt élt, itt nőtt fel, sőt, én is itt születtem Hajdunálláson, és akkor, amikor egy éves voltam, akkor anyai nagyapám, ő nagyon beteg lett, ők Viszonyi Egyházán éltek, és akkor anyu úgy döntött, hogy akkor hazamegy velem Nánásra, vagy Nyíregyházára, azért, hogy ott legyen nagyapa mellett, és úgy hozta az élet, hogy pár hónap múlva, egy-két hónap múlva apu is jött utánunk, oda költözött ő is, és gyakorlatilag onnantól kezdve én ott nőttem fel Hajdunálláson. Tehát azért az életed oda kötött, bár hát ugye akkor végül is valamilyen szinten hazajöttél, ha bár hát emlékeid nem nagyon voltak, azért egy éves gyereknek nem túl sok emléke van. Viszont nagyon-nagyon sokat jöttünk haza. Én nyaranta itt nyaraltam a nagybátyáméknál, Fülöp Lajos bácsiéknál szoktam volt nyaralni, rengeteget jártunk strandra, tehát nekem Nánás ilyen nyári kirándulások, meg nyaralások alatt teljesen ismert volt. Tehát a nyári lakóhelyem volt. Nyári lakóhelyem volt. Gyakorlatilag ugye Hajdunálás. Na tehát akkor nem, végülis nem egy idegen környezetbe csöppentél bele, nagyon sok mindenkit ismertél. Igen. A kollégákkal hogyan alakult a viszonyod? Mert az is nagyon fontos, bár hát ugye végül is valamilyen szinten gondolatom szerint ismertétek egymást. Nagyon sok vagy minden... Nem. Nem. Gyakorlatilag nekem úgy igazán mindenki ismeretlen volt, mert hogy én ugye nyáron egy-két hetet töltöttem itt. Évközben is jártunk, de hát az meg csak alkalmanként volt, egy fél napra apujékkal együtt eljöttünk. Tehát gyakorlatilag az embereket úgy igazán én közvetlenül nem ismertem. Viszont mindenhol nagyon kedvesen fogadtak. Valószínű ez tőlem is függött, hogy tudok alkalmazkodni, meg tudtam alkalmazkodni a körülményekhez, az elvárásokhoz, a szokásokhoz. És mindig én voltam az, aki figyeltem, hogy milyen elvárások vannak, milyen kérések vannak, és ahhoz képest dolgoztam én. Úgyhogy nekem így nem volt egyáltalán semmi problémám a alkalmazkodással és a kollégákkal. Tehát, hogy amikor ide kerültél, ugye kezdtél a zeneiskolába utána, hát azt is mondhatom végül is egy néhány év, tehát nem túl hosszú idő után ugye beálltál az egyes számú, majd később ugye, ugyanaz az iskola maradt, csak Maklári Lajos, aztán még későbben majd jóval ezután Bocskai iskola lett, de gyakorlatilag egy helyben voltál, tehát úgy is mondhatnánk, hogy csak a név ment ki, egyébként maga az intézmény maradt. A gyerekek tehát ugye ének-zene tagozatos, tehát ugye inkább az életed nagyobbik része ugye az ének-zene tagozatos iskolában telt el. A mindennapok során a gyerekeket hogy tudtad úgy irányítani, hogy nagyon sok sikeres fellépések voltak, iskolai kórus, nem is egy, nem is kettő működött, tehát ugye ez mondjuk az iskola jellegéből is adódott, hogy ilyen típusú kis kórusokat, kamarakórust kellett alakítanatok. Igen. Tehát elindult 82-ben ugye az énektagozat, és először csak az énekórai munkákra hagyatkoztam. Az énekórai munka, ugye ez, ahogy te is mondtad már, ez készségtantárgy, viszont úgy kerültek be mindig a gyerekek, hogy tehát volt egy kis felvételi meghallgatás, és akinek a hangja olyan volt, akkor természetesen azokat a gyerekeket vettük fel, főleg azokat vettük fel, de mindig bekerültek olyanok is, akik esetleg nem annyira odavalók, viszont nagyon jó élményem van, erről majd beszélek, hogy lehetett fejleszteni őket, hogy például aki abszolút nem tudott énekelni, 5. osztályra csodálatosan kialakult a hangja, és ne feledjük, tiszta lett. Ne feledjük, mert ehhez fűződik az én történetem is. Jó. Szóval énekórai munkák során a képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra óriási szerep hárult. A tiszta intonáció fejlesztése a dalanyagon keresztül, ami a énektagozatos dalanyag, illetve követelményrendszer volt. Hallásfejlesztés. Itt a nagyon-nagyon nagy szerepe volt
a többszólamúság kifejlesztésében többek között a furulya tanulásnak is. Órán is mindig elővettük, tehát minden énekóránk az furulyás énekóra volt, és az énekórák mellett, amikor már majd az EKP jött, akkor külön furulya órájuk is volt a gyerekeknek. Tehát az, hogy énekórán hangszert is használtunk, ez a hallásukat, a többszólamú hallásukat nagyon fejlesztette. Természetesen ahhoz, hogy tudjanak furulyázni, énekelni, kottaolvasást meg kellett tanulni. Ez pedig az agyi tevékenységet, az agyműködést nagyon-nagyon fejlesztette. Ötvonalrendszerbe ezt a relációt megérteni, hogy mikor, hol van a dó és miért ott van, ahol, ez azért nagyon-nagyon nagy agyi tevékenységet követel, és ez az, ami miatt például a zene nagyon fejleszti a gondolkodási képességet. Erről szokott Horváthné Bózsár Inci kolléganő mindig mesélni, és ezt mindig elmondja, hogy ez egy fontos, és nagyon fontos tevékenység. Így van. Aztán nekem szívem csücske volt a zenetörténet tanítása. Ez különösen már felső tagozatos osztályokban jött, vagy volt fontos központi anyag. Minden évfolyamon más-más zenetörténeti korral ismerkedtünk meg úgy igazán, és tehát, hogy hogyan kell zeneit hallgatni, ezt is megtanítottuk a gyerekeknek, megtanítottuk azt, hogy mit halljanak, hogy a zene hogyan tud festeni például. Tehát gyakorlatilag ez volt az a dolog, amivel így komplexen tudtuk a lelküket, a gyerekeknek a lelkét, illetve hát a gondolkodását fejleszteni. És itt órán a többszólamúság fejlesztésével ugye egyszerre hangszer is szólt, énekhang is szólt, többszólamban énekel. Így van. A közös együttmunkálkodás énekórán indult el, és aztán erre építkezve lehetett tovább az énekkarokat fejleszteni. Egyébként rákérdeztél az énekkarok kialakulására is. Akkor, amikor a tagozat elkezdődött, nem tudtunk még énekkart létrehozni a tagozatos gyerekekből, viszont mikor 84-től főállásban már az akkori egyes iskolában dolgoztam, ugye Sebestyén Miklós volt az, aki előttem ott énekkart vezetett, és azt az énekkart megörökölve a kis alsós énektagozatosokat már beállítottam a kórusba, és az egyszerű dalokat, a népdalokat, ők is énekelték velünk. Volt olyan, amikor ők furulyáztak, mi pedig énekeltünk hozzá, és ahogy nőttek föl a tagozatos osztályok, úgy alakult ki először az alsós tagozatos kórus, és aztán nőttek föl ugye felsősökké. És akkor az így az iskolában működött alsós kórus is, működött felsős kórus is, és most egy picit előre szaladok, mert... Nem baj, majd visszajövünk. Jó, mert nagy létszámúak voltak ezek a kórusok, mert az tagozatos gyerekeknek az óraszámában elvileg heti 5 énekórának kellett volna lenni, de hát akkor is voltak már ilyen megkötések óraszámban, és úgy alakult a heti 5, hogy 3 énekóra volt, és 2 pedig az énekkar. És így aztán tényleg... Ez beszámítódott, így van. És akkor nagy létszámúak voltak a gyerekek, mert mindenki járt énekkarra. A fiúk egy idő után sajnos a mutáló hangjuk miatt kiestek, de a nagy létszámú énekkarok mellett voltak olyan tehetséges gyerekek, és annyira szerettek énekelni, hogy mondták nekem, hogy Valika néni, egy olyan énekkart csináljunk már, ahol csak olyan kevesen vagyunk együtt, és kevesen énekelünk. És így alakult meg, tehát gyakorlatilag gyermeki kezdeményezésre alakult ki az animátó kamarakórusunk. És most mondtam az animátó nevet, tudnélik, amikor említetted te is, hogy mindig egy munkahelyen voltam, de más-más néven futott. 1990-ben, amikor Maklári Lajos bácsi 100 éves, a születésének 100. évfordulója volt, akkor az iskolánk
énektagozatos iskola lévén, és Lajos bácsinak a híres karvezetői munkája is, amit említettél, híres kórusai lévén, az iskolánk felvette Maklári Lajos bácsi nevét, és azon a névadón az énekkarok is nevet vettek föl. A kicsik, ami addig alsós kórusként, vagy kisdobos kórusként működött. Még úttörő kisdobos, így van. Igen. Tehát a nagyobb voltak az úttörő kórus, a kicsik voltak a kisdobos kórus. A kisdobos kórusból lett a Kantiléna énekkar, a felsős énekkarból lett, az úttörő kórusból lett a Belcanto kórus, és amikor megalakult ez a gyermeki kezdeményezése, ez a kis kamarakórus, ővelük pedig az Animato nevet vettük fel. És ezzel a névvel volt aztán például, amikor velük kijutottunk Olmützbe és Csehországba, Nemzetközi Fesztiválra. Hát hosszú éveken keresztül. De most érdekes, tehát ugye végülis a gyerekek, mert a kórus maga megvan, viszont mindig... Igen. Pótlódott, feltöltődött, igen. Hiszen azért elmentek, jöttek, tehát hogy a rotáció miatt azért időnként, néhány évenként ez változott, de be tudtak a gyerekek, gondolom, ugyanúgy illeszkedni ebbe a kicsi kórusba. Persze, mert ez mindig, tehát kimentek belőle, illetve egy év folyam mindig bekapcsolódott az énekkari munkában. Tehát minden gyerek gyakorlatilag az alsós kórusban 3 évet énekelt. Tudnilik, az alsós kórusban elsősök még nem énekeltek, második évfolyamtól volt, második, harmadik, negyedik osztályosokból, és ők felnőttek a felsős énekkarba, a Belcantóba, és akik nyolcadikosok elmentek, helyükre jöttek az ötödikesek. Viszont ugye sosem újként, mert valahol az alsós kórusban megtalálkoztak, tehát folyamatosan. Másodiktól nyolcadikig. Térjünk vissza arra a bizonyos személyiség, illetve fejlesztés, a személyiségfejlesztés, illetve tehetségfejlesztésre. Én az a nagy helyzet, hogy annak idején iskolában ért egy olyan nem túl jó élmény, tehát mint a pici gyerekén boldogan énekeltem, habár állítólag nagyon hamis hangom volt, és ezért engem kicsúfoltak, és innentől kezdve az életben soha meg nem szólaltam, tehát engem senki nem tudott rávenni arra, hogy énekeljek. Lehet, hogy ez egy nagy hiba volt, nem tudom, nem mindegy, hát ez már így történt, de hogy, tehát aki úgy mond, akinek botfüle van, botfülű, tehát de említetted, hogy azért volt a felvételinél is, de azért bekerülhettek olyanok is, akikkel esetleg ötödikig már nagyon jó eredményeket tudtatok elérni. Azt szeretném kérdezni, hogy az ilyen botfülűek is fejleszthetők valamennyire? Igen. Tökéletesen egyetértek vele. Tehát én tapasztaltam, egy név nélkül, egy gyerek, egy fiú, egy kisfiú volt, úgy került be az énektagozatban, hogy egyáltalán nem tudott énekelni, de nagyon-nagyon szerették volna a szülők, mert hogy a család egyébként pedig muzikális volt. És hát... Akkor igazgató úr mondta, hogy jó, felvesszük. Ez a heti sok énekóra, az énekkar, a hangszertanulás, plusz, mert nagyon-nagyon kis okos fiú volt, a zeneiskolába is beiratkozott. Még annak idején szegény Kovács Zoltán tanár úr, ő klarinétot is tanított, és ez az akkori kisfiú klarinétot kezdett el tanulni. Mivel semmi gondot nem jelentett a zeneelméletnek a tanulása, ő ennyiféle dologgal foglalkozott a zenével, és hallotta ezt a sok tiszta hangot, és gyakorolta, és először csak dörmögött a kis hangjával, amit elhallgattunk, vagy pedig picit halkabban énekelt, de kihallatszott egyébként a hangja, de nem baj, de énekelt velünk, és ez alatt a sok tevékenység alatt, és eltelt 4 év, és ötödikbe visszajöttünk, és mindig ugye énekelve szoktam köszönteni a gyerekeket, és mikor elkezdtünk énekelni, nem hallottuk a dörmögő hangot. És teljesen odáig voltak az osztálytársai is, hogy Atya Isten, nem lehet hallani, és énekeltettük, és teljesen kitisztult a hangja.
Tehát de akkor elérhető. 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 A hosszú, kemény így van. Évek munkájával. Neki is kitartás de... kellett hozzá. Mondjuk én mindig is olyan voltam, hogy soha nem így, ilyen területen soha nem szégyenítettem meg a gyerekeket. Mert ez egy adottság. Ez vagy van, vagy nincs, de hogy fejleszthető, itt a bizonyítéka. És bíztattuk. Osztálytársai is bíztatták. Egyébként népszerű volt az osztályon belül, mert egyébként nagyon tehetséges volt sok mindenbe. És ezt a kicsi dolgot, ezt meg úgy elnéztük neki, és mivel biztonságban érezte magát, hogy nem maceráljuk miatta, ezért bátor volt. Bátran dolgozott velünk együtt, és évek alatt, és ilyen sokféle segítséggel, meg zenei támogatással elértük azt, hogy kitisztult a hangja. Tehát akkor végül is a botfülűeknek is van némi remény, van, ha megfelelő gyakorlás. Sőt, igaz, hogy ez nem, igen, igaz, hogy ez nem az én pályám alatt történt, viszont tudom, hogy amikor főiskolára jártam, akkor volt egy olyan tanuló, alattam lévő évfolyamba járt, aki ugyanígy járt, hogy abszolút nem tudott semmit énekelni, de énektanár lett belőle, mert hihetetlen milyen gyönyörű hangja lett, ugyanígy a szülők nem törődtek bele, és tanították, tehát el lehet érni, és lehet fejleszteni. Érni. Kórusok alakultak, igen. Nem is egy, nem is kettő, és ezekkel a kórusokkal aztán különféle fajta versenyeken is szerepeltetek, igen. Rengeteg volt éneklő ifjúság, azt hiszem ez egy időben évről évre visszatérő, igen. Megmérettetés volt, és hát számtalan fellépésedek volt. Idézzünk fel néhányat, hiszen tudom, hoztál egy nagy táska elismerést, oklevelet, mindenféle fajta helyi, országos elismerések vannak benne. Nagyon-nagyon sikeresek voltak ezek a kórusok veled együtt természetesen. Igen. Tényleg szerénység nélkül mondhatom, hogy nagyon ügyesek voltak. Egyébként, amin évek óta, évtizedek óta részt veszünk, ma is működik. Ez a kórusmozgalom, az úgynevezett éneklő ifjúság kórusmozgalom, ez mindig egy minősítő, hogy egy év alatt mit fejlődnek a kórusok, tavaszi időszakban van mindig ez a minősítő verseny. Eleinte, amikor elindultunk ezeken, kezdeti időben, akkor volt, hogy ezüst minősítést kaptunk, és aztán beindult az aranysorozat, sőt arany minősítés diplomával együtt, ilyeneket is kaptunk, sőt rádiófelvétel is kinézett, de aztán az szervezési gondok miatt lemaradtunk róla. Tehát ennek állandó résztvevői voltunk minden énekkarunkkal. Mind a három énekkarral. Aztán a énektagozatos iskoláknak volt egy olyan fesztiválja, kórus találkozója, ahol három évben is megjelentünk. Ide egy válogatott csapattal mentünk, mert nagyon sok gyereket meg volt határozva a maximum létszám, és ezért kellett válogatni a gyerekek között. Ez a 90-es években volt, ez a fesztivál, és itt nívódíjat kapott a animátó kamarakúrus, a kibővített animátó kamarakúrus ezzel a válogatott létszámmal. És hát ezen a minősítésen nekem karvezetői külön díjat is adtak. Aztán volt olyan, hogy Csehországban meghirdettek, ezt is hát 30-valahány éve működik már, egy nemzetközi kórusfesztivál, ahova szintén kijutottunk a gyerekekkel. Itt két kategóriában is indultunk, és mind a két kategóriában ezüst éremmel tértünk haza. Ez a két kategória a gyermekkari kategória, illetve a folklor kategória volt. Óriási élmény volt egyébként, minden egyes fellépés óriási élmény volt, tudnilik a felkészülés izgalma, hogy jól sikerüljön a szereplés,
ez annyira nagyon összekovácsolta a gyerekeket, és az utána az eufórikus öröm, a munkánk sikere, hogy beért, ez tényleg, és ez volt az, ami aztán tovább is tudta lendíteni. Tehát ez a motiváció, hogy sikeresek voltunk, és akkor a következő alkalommal sem adhatjuk a láb. Tehát így van. Azért ez már egy erős motiváció, hogy így van. Na, ezek voltak hogy ez a verseny. Ezek voltak az énekkarnak a versenyei, és hát ez éveken keresztül és évtizedeken keresztül folyamatos volt. Ez az állandó és azért ezek mindig sikereket hoztak, de volt helyi elismerés, igen, tehát polgármester elismerő oklevél a kórusnak, neked is. Igen. De azt hiszem, hogy voltak olyan versenyek, ami nem csak kifejezetten az éneklésről, igen, hanem inkább zenetörténetről szóltak. Igen. És ugye a magyar zene 1000 éve, talán most nem lehet, hogy nem, igen, jól idézem, ahol országos második helyezés. Hát azt hiszem, hogy talán ez lehetett a csúcsa az ilyenfajta megmérettetésnek, tehát azért ez egy kicsit már műveltségi, igen, zenetörténet, művetségi vetélkedő is volt. Igen, ezek pontosan zenei műveltségi vetélkedők voltak. És hát említetted a magyar zene 1000 évét, de én előtte egy kicsit elé kanyarodnék. Három éven keresztül is meghirdetett a Magyar Rádió egy olyan versenyt, ami az opera műfajról ez szólt. Ez volt a Játszunk operát. Ez volt a Játszunk operát. Igen. Így van. Itt is nagyon szép helyezéseket. Igen. A Játszunk operát vetélkedőben, az országos döntőig nem jutottunk el, viszont a területi döntőkön mindig ott voltunk már. És volt olyan két alkalommal is, ahova már nem csak egy, hanem két csapatot is készítettem fel. Tudnélik, ezek ilyen csapatjátékok voltak. Igen. Rengeteg pluszt adott a gyerekeknek is, nekem is, és szakmailag én is borzasztó sokat fejlődtem ezzel, hogy ahhoz, hogy fel tudjam készíteni, ahhoz nekem is minden apró részletét ismerni kellett ennek a műfajnak. Hát főleg ugye az operában, tehát így ugye van, a cselekmény történet. Így van, meg pontosan. Tehát... És nagyon jól szervezett játék volt, mert gyakorlatilag a játékosan kellett vetélkedni ebben a műfajban. Nagyon sokat hallgattunk együtt operát, zenetört, tehát a történelmi helyekre, történelmi időkbe behelyeztük az operát. A zeneszerzőről tudni kellett nagyon sok mindent, a szereplőkről, az eszközökről, a helyszínekről, tehát óriási felkészülés volt. Igen, ilyen summa cum laude, meg cum laude, ilyen minősítéseket kaptunk ebbe a Játszunk operát vetélkedőbe. Ezután jött a Magyar Zene 1000 éve. Hát tényleg ez volt a verseny, az ilyen zenetörténeti versenyeknek, vagy zenei műveltségi vetélkedőknek a csúcsa, mert itt ez két éven keresztül tartott ez a verseny. Egy felmenő rendszerű volt. Volt először városi, megyei, területi elődöntő, és bejutottunk a döntőbe, tehát 5 fordulón keresztül. Én emlékszem. Iszonyú izgalmas volt. Nagyon. Igen, és te voltál az, aki a könyvtárban segítettél nekünk olyan hát, kuriózum könyveket is megkeresni, megtalálni, ami kellett a felkészülésünkhöz, úgyhogy ezúton is köszönjük. és óriási izgalom volt, és olyan jó érzés volt látni a gyerekeken, hogy megnyertük, Valika néni, megnyertük, csináljuk tovább. Hétvégeken jöttek hozzám, hétközben jöttek, hogy tessék adni az új anyagot, hogy tudjunk készülni rá, és gyakorlatilag szinte folyamatos volt ez a készülődés. Két éven keresztül. Ugye a megyeit is megnyertük utána, a területit is megnyertük, az elődöntőre behívtak bennünket, és amikor ott nem tudtuk meg az elődöntőn azt az eredményt, hogy a döntőbe ki jut be. Így van. És amikor jött a telefon nekem, hogy gratulálnak, mert mi vagyunk, az országból 3 csapat jutott be a döntőbe. És ezt egyébként egyenesben az akkori Bartók Rádió közvetítette, illetve a Duna Televízió készített róla felvételt, úgyhogy annak is van, tehát megörökítettük ezt a felvételt.
Itt is nagyon-nagyon sokrétű volt az az ismeretanyag, a zenetörténeti magyar zenetörténeti ismeretanyag, amit 2 éven keresztül tudni kellett. Itt gyakorlatilag a zene kezdetétől kezdve a 20. század zenéjéig, napjaink zenéjéig. Hát azt az 1000 évet? Azt az 1000 évet átöleltem. Hát, nem volt semmi. Igen. Nem volt semmi. De ha már megörökítésnél tartunk, ugye említetted, hogy a Duna Televízió is készített Igen. meg, a Bartók Rádió is egyenesben közvetítette, azért a Maklári iskola énekzenetagozatáról azért készültek helyben is olyan dokumentumok, és most egyet pontosan itt tartok a kezembe. Ez egy CD válogatás, illetve a 20 év krónikájáról pedig készült mellette még egy írásos összeállítás is. Igen. Nagyon sok fényképpel, versekkel, történetekkel. Hát azt gondolom, és hogy ennek az összeállítója is te voltál, ha jól tudom, vagy legalábbis Igen. a főmotorja te voltál ezeknek a dolgoknak. Igen, inkább így jó, hogy a főmotorja én voltam. Mert én ezt egyedül úgy sem tudtam volna összeállítani, de a szerkesztésében, meg ugye az ötlet, az enyém volt. Hát amikor az énektagozat 20 éves volt, akkor egy ilyen írásos kiadvánnyal, illetve mellette van egy CD, ami hangfelvétel az akkori énekkarokról, az akkor működő énekkarokról. Egy ilyen készült. Ebbe a 20 év krónikájában, ebben a kollégák, mert szóval nem csak én tanítottam ebben az énektagozatban, hanem voltak mellett, így van, voltak mellett nagyon-nagyon sokan, csak az élet úgy hozta, hogy elköltöztek, visszamentek a saját lakhelyükre dolgozni, vagy éppen a zeneiskolába átment, például Horváthné Bózsárinci, vagy a gimnáziumba Haranginé Simon Tímea dolgozni, vagy Félegyházinné Rusz Bettikéjéket, ők meg ugye Nyíregyházára költöztek családi okok miatt, de a fő mozgatórugója az én voltam, és ők is visszaemlékeznek, gyerekek visszaemlékezései. Nagyon sokszor, mert hogy hagyományt is építettünk mi itt ez alatt a jó pár év alatt az énekzenetagozatban, a hagyományainkról van összeállítás. A gyerekek, például a hagyományok között ott volt a zene, minden évben a akkori évfolyam 7. osztályosai emlékeztek meg a zenei világnapról, akkor verseket írtak a zenéről, meg hogy mit jelent számukra a zene, ilyenek is szerepelnek a könyvbe. A többi hagyományok, ami a zenéhez kapcsolódott, azok is. Úgyhogy ami addig a 20 év alatt történt velünk. A 30 évnél pedig, ha már egyszer van egy ilyen kis könyvkiadvány, akkor most 30 év után ne ugyanilyen legyen, és akkor Kaprinyák Sándor, illetve Gál Judit grafikáinak a szerkesztésével és Sanyinak a technikai tudásával pedig elkészült a rettentő sok emlékeinkből és a rögzített anyagainkból a 30 év krónikája. Tehát egy DVD. Egy DVD-n, tehát Igen. zene, szó, zene, kép. Azt mondta, hogy ebben a DVD-n itt megtalálható. Hát Valika, én azt gondolom, hogy bár ugye 40 évi munkaviszony után most elindultál a nyugdíjas évek Igen. felé, még éppen nem, mert ugye ezt, mint említettük a beszélgetés elején, ez majd csak szeptemberben következik Igen. be, de azt gondolom, hogy azért a kapcsolatod a zenével nem fog megszűnni. Meg hát valószínű, hogy bár nem tudjuk ezt, hogy még nem tudhatjuk, hogy a gyerekekkel sem, mert nem egyszerű azt abba hagyni, akinek az élete a zenéről szól. Igen. Igen. Nem fogom én ezt abba hagyni egyébként, mert gyakorlatilag úgy is köszöntünk el egymástól, úgy búcsúztak a kollégák, hogy szívesen várnak. Bocsáss, hogy a szabadba vágod, de ami egyébként egy nagyon szép búcsúztató volt. Márciusban. Igen, és nagyon megható volt. Nagyon megható volt, hogy volt diákjaink, de nem csak nekem, diákjaink visszajöttek, és hát most már érett hangjukkal a kedvenc kórusműveikből énekeltek ezt is a kolléganők szervezésével.
Köszönöm, ezúton is köszönöm nekik, így nyilvánosan is, mert óriási és felejthetetlen élményt nyújtottak. Szóval nem szakad meg a zenével sem a kapcsolatom, annál is inkább nem, mert gyakorlatilag folyamatosan kérnek tőlem segítséget. Nagyon sok olyan tanácsadói, így van. Jelleggel. Sokan mennek tovább tanulni olyan területre, ahova a zene kell. És óvónőképzőbe, tanítóképzőbe. Nagyon büszke vagyok azokra, akik a zenei pályán maradtak, mert nem egy-két ilyen volt tanítványunk van, hogy szolfés tanárok lettek, zongora, hegedű tanár, gitárművész, könnyűzenei pályán, fuvola tanárok lettek belőlük, úgyhogy ezek gyönyörű. És tartják velem a kapcsolatot, meg felveszik velem a kapcsolatot, mert vagy tanácsot kérnek, vagy segítséget, vagy csak egyszerűen meghívnak előadásaikra, koncertjeikre. Igen, és ez felejthetetlen. Hát ugye a művészeti oktatásban résztvevő pedagógusoknak ez egyébként általában egy ilyen bónusz szokott lenni. Itt van, nagy ajándék. Nagy ajándék, igen. Ugye az élettől, hogy amikor, hát igen, én indítottam, vagy az én kezem közt formálódott nőtve. Tehát ez egy nagyon nagy ajándék. Igen. Valika drága, eltelt az időnk, pedig még azt gondolom, hogy sok mindenről beszélhetnénk, hiszen az a táska az azért nagyon sok elismerést rejt, de hát nem tudtuk mindenre sort keríteni. Én azt kívánom, hogy teljenek nagyon-nagyon jól, hasznosan, gazdagon az elkövetkezendő hónapok, évek, és még maradj itt a hajdunánási zenei életben, mert azt hiszem, hogy minden jó szakemberre szükség van. Főleg olyanokra, akik a lelkükkel is ott vannak. Tehát nem csak a tudásukkal, hanem a lelkükkel is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk, a kedves nézőkkel, azokat az emlékeket, gondolatokat, amik ugye itt az elmúlt 40 évben veled történtek, általad történtek, és hát nagyon szép nyugdíjas éveket kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is, ezt a lehetőséget, és hát igyekszem élni majd ebből a hatalmas emlékből, hogy úgy tudjak tovább élni, hogy ez szép legyen a nyugdíjas évem. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm.